a bizalmat. Tisztelettel üdvözlöm a szerint is megemlékező csapatot. Úgy hiszem, hogy nagy jelentősége van annak, hogy Baján is, igaz, nagyon szerényen, de megfelelő módon és mértékben emlékezzünk meg az 1956-as forradalom és szabadságharcról. Az embernek a lelkületében kell, hogy viselje őseink, elődeink az akkori szenvedését, mert egy kicsit talán nekik is köszönhetjük azt, hogy ma szebben, jobban élhetünk. Tisztelt bajtársak, kedves megemlékezők, engedjétek meg nekem, hogy egy célból felolvassam a megemlékező írásomat. Tisztelt bajtársak! A gondolkodó ember örökként tartó reménységben él, hiszi és reménykedik abban, hogy a hazafisága jegyében képes az idők végezetéig megtartani a mai mindennapokat megteremtő hősök dicsőítő emlékét. Az ezt üdvözítő emberi tisztelet megnyilvánulása ezáltal át kell, hogy hassa minden cselekvését és gondolatát, mert csak a múltunkból való táplálkozás szellemisége adhat erőt a sikeres jelen és a reményteli jövő felépítéséhez. 1956. október 23-án kirobbant magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékezve, ha lehet, közösen és tisztelettel hajtsunk fejet, mert a mi nem adjuk át az utókornak az akkori szellemiséget, 56 tisztelete egyre jobban megkopik, elkopik, és mindaz, amit akkor szenvedéssel kivívtak, sajnos a feledésbe merülhet. Emlékezzünk meg a hősökről közösen, kiknek kezdeményezésére köszönhetően ma igazságosabb, talán kiszámíthatóbb társadalmi rendben élhetünk. A kornak az akkoriságának történései a mai szemmel nézve egykoron volt kinek adott a forradalom korlátlan szabadságot, de volt kinek büntetésképpen mindezt elvette. Talán egy kicsit ezért is van az, hogy a ma embere nem kellő mértékben és megfelelő differenciáltsággal képes kifejezni az érzéseit e téren valóan, és a mindenben helyesen meghatározó értékrendiséget a forradalom és szabadságharcról. Az akkori eseményeket vizsgálva és elemezve, talán a mai szemmel is röviden azt mondhatnánk, hogy egykoron volt egy társadalmi elégedetlenség és békétlenség, mert egy szűk társadalmi réteg érdekében a politika hazárdékjáték irányította az államot a magyarság életében. Mindezek ellen hiába volt egységes a nemzet a nem tetszésének kifejezésére a diktatúrával szemben, az a szörnyű gépezetén keresztül kegyetlen módszereket alkalmazva törte meg az elégedetlenkedő emberek akaratát és cselekvéseit. Sőt, idegen hordákat szabadított nemzetünkre, és engedte, hogy a bezzenlő sokaság kirabolja, megalázza, gyalázza, és hosszú évtizedekig békjóba tartsa szenvedő nemzetünket. A szenvedét soha nem felejthető időszak átformálta onnantól kezdve az emberek életét, lelkületét, de legfőképpen a hitét is. Rumba dőltek a vágyak, az álmok, és ezáltal szertefoszlott minden tisztességes emberi cselekvés, halálhörgés, és esetenként csiralom várt mindazokra, kik egy kicsit is tevőlegesen vagy segítően vettek részt az állam elleni cselekvésekben. Hosszú évek börtönnel való büntetése, vagy csak egyszerűen kötél járt mindazoknak, kik a forradalom élére mertek akkor állni. A nemzet az akkori súlyos helyzetében kérte és várta a világ jó szándékának segítséget abban a szorongatott helyzetben, azonban
az akkori nemzetközi hatalmak talán gyávaságból tettek tanulságot, vagy esetleg megalkuva módon egymásra cinkosan kacsingatva hagyták szenvedni a magyar népet. 1956 forradalmi üzenete a mai napig bejárja a világot, és az emberi hitet erősítve erőt táplál mindazon népeknek, nemzeteknek, akik szenvedéseikkel egységet alkotva küzdenek ma is, és mindig egy számukra szebb kor megteremtésének reményében. Nekünk, magyaroknak kötelességünk ezáltal mindazon nemzetek akarata mellé állni, kik várják reménytelien helyzetükben a támogatást, hiszen mi megszenvedtünk mindezekért, amikor nem kaptunk segítséget nemzeti ügyünk megnyugtató és végleges rendezésére. 1956-ban képesek voltunk egységes nemzetként szembeszállni az állam diktatórikus hatalmával szemben, még akkor is, mikor már reménytelenné vált minden helyzet, de vállaltuk a súlyos megpróbáltatást és az árta járó és az érte járó és be nem látható következményeket. Ezáltal beírtuk nevünket a világtörténelem könyvébe. Ma is példaként tekintenek ránk az elszórtan élő világ népei, mert örökre maradandót alkottunk az akkori emberi tetteinkkel. Napjainkban e könnyebben megélt társadalmi helyzetben kötelességünk megemlékezni és mindenkor szükségszerűen támogatni, de feltétlen ellenezni kell a leselkedő terror minden megélt formáját, mert ezáltal teszünk hitet a nemzetünk dicsőségének szentsége zászlajára. Mostanság a békesség és a ma világra jellemző módon a nehézségek jegyében éljük meg napjainkat. Az esetleges szükségszerűség kielégítésének igényéből eredően sosem szabad azonban felejteni mindazt, hogy az isteni gondviselés útjai ismerve kifürkészhetetlenek, és a hittel töltött reménység, annak a mindenben való jóra valósága mindig a megfelelő módon, időben és helyen jelenik meg szükségképpen. Mindezekért emberi tisztességgel és cselekvően kell a mindennapjainkat megélnünk még akkor is, ha ezek szenvedő megpróbáltatások elé állítják nap mint nap az ember. Mert a dicső örökké valóság reménye, a hitnek a mindennapokban történő gyakorlásával erősödik meg véglegesen. Isten kegyelme legyen veletek. Ámen. Én egy pár szót én is akarok.